Közel 30 évvel ezelőtt jelentek meg a közszolgálati médiában az egyházi és vallási műsorok. Milyen jelentőséget tulajdonítottak ennek a rádiós és televíziós műsorokban résztvevő egyházak? Kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Imre. A Váci Baptista Imaházból köszöntöm Önöket, ahonnan virágvasárnapi istentiszteletet közvetítünk. A Duna kanyar legősibb városában Vácott 1958. decemberében alakult baptista gyülekezet. Dr. Mészáros Kálmán, szokoljai lelkipásztor, lelkes szolgálata eredményeként. Céljuk, hogy úgy építsék Isten országát, hogy a társadalom számára közérthető és valóságosan megtapasztalható legyen Jézus Krisztus szeretete. Az evangéliumi dallamokat Lakati Péter szólaltatja meg orgonán, igét hirdet Melát Attila lelkipásztor. Én gondolni sem mertem azt, hogy Isten milyen előkészítést kezdeményezett az én életemben akkor, amikor az Egyesült Államokban szolgáltam, mint lelkipásztor. Hisz ezt mindenki tudja, talán a televízió nézők is, hogy Amerika a kommunikációnak a hazája, és az egyházi rádió-televíziózás tekintetében évtizedekkel megelőzte Európát is. Nyilván, hogy nálunk a szocialista években erre lehetőség nem adódott. Én viszont, amikor kikerültem, a közepébe csöppentem, és nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem olyan tekintetben, hogy a rádiónak és a televíziónak milyen fontos szerepe van a hit továbbadásában. Elindult a rádiózás, televíziózás, és egy idő után tényleg nagyon profi programok készültek, és ez az arculatát, az egyháznak az arculatát, az örömhírnek a továbbadását nagy jelentőségben növelte, és fölépült a közösségünknek az a lehetősége, hogy akár egy saját stábbal is működhettünk, és gyülekezeti és egyéb eseményekről is közvetlen, akár élőadásban, akár pedig felvételről megismerhette az ország a baptista gyülekezeteknek az életét. A közszolgálati médiában való megjelenése a hitéleti műsoroknak azért nagyon jelentős, mert nagy szerepe van az evangelizációban szerintem, illetve az ökumeni területén gondolom ezt. Az evangelizációt alatt úgy értem, hogy az örömhír, a Isten igéjének a terjesztése azért fontos szerintem, mert a hívő ember élete, hitélete mélyülhet, illetve a még nem hitben járók, az Isten keresők pedig rátalálhatnak Isten szavára, és megtalálhatják esetleg azokat a gyülekezeteket, vagy azt a felekezetet, azt a közösséget, ahová tartozni szeretnének. Így hívőként még azért is fontos szerintem, hogy ráláthatunk, és ez már az ökumeni területe, más egyházak, akár a társegyházak életére, más gyülekezetek életére, mert megismerhetjük egymást, és láthatjuk a más felekezetek vagy más gyülekezetek szokásait, az ige hirdetéseikbe beleláthatunk az életükbe, vagy a bizonyságtételeikbe, és így végső soron ugye rájöhetünk, hogy mind egyek vagyunk Isten gyermekei. A megtérésem után vissza tudtam forgatni minden egyes helyzetet, amikor Isten velem volt a színpadon, és sokkal nagyobb felelősség őt képviselni, egy egészen más érzület, lelkület, szellemiség, amikor már nem a saját magunkra mutogatás van, hanem hívőként Istenre mutatás, és a tehetségén keresztül őt képviselni a színpadon, ez óriási áldás lett az élet. Nekünk meg kell őrizni azt a sajátosságot, amit akár egy baptista felekezet, akár egy protestáns vagy egy római katolikus felekezet tud nyújtani, és azt az üzenetet átadni, főleg a rádión vagy a tévén keresztül, ami számunkra nagyon fontos, hogy mi a Jézusféle kultúrát, a Jézusféle életstílust és életmódot szeretnénk, ha mások is átvennék, nem erőszakosan, de inkább úgy, hogy lássák rajtunk azt az örömet, azt a szabadságot, és azt a jó ízt, amit ez a kultúra, ez a
vallás jelent az emberek számára. A rendszerváltás előtt a baptista közösségről nagyon keveset hallottak általában a társadalom más rétegeiben élők, és ez óriási nyitás volt, egy olyan kitárulkozása a lehetőségünknek, hogy beletekintsenek a kívülvalók is ennek a nagyon értékes lelki közösségnek, a baptisták magyarországi határon túli és a világszerte elfoglalt helyére és szolgáltát tekintve. Tehát a kommunikációs eszközöknek nagyon fontos szerepe volt, különösen ezekben az években, és hát egészen napjaikig látjuk, hogy a egyik legfontosabb eszköznek tekinthető a látható és a hallható evangéliumnak az összekapcsolása, ami a missziós programunknak, Jézus által adott nagy küldetésünknek a betöltésében. Mi az, amiben szeretnének újítani, vagy ugyanazt az értéket továbbvinni, megerősíteni? Nekem nagy álmom, és remélem, hogy utódaim, akik a szolgálatban követnek engem, vagy követtek engem, nagy álmom az, hogy egyszer egy olyan rádió, országos rádió jöjjön létre, vagy televízió, ami keresztény vezetés alatt van, és akár városonként is olyan rádió hullámon sugározhatjuk az evangéliumot, hogy bárki keresőre kapcsol, akkor az evangélium zene szóljon, az evangélium üzenet szóljon, és az egész ország be legyen hálózva a jó hír továbbadó eszközeivel. Mi soha nem fogjuk lekörözni a világot az ő stílusában. Nekünk itt nem X-faktort kell játszani, nekünk itt nem a bankot kell utánozni, nekünk itt nem a különféle jól bevált világi produkciót kell lefölözni, mert ahhoz mi kevesek vagyunk. De azzal az egyszerűséggel, azzal a tisztasággal, ami viszont érdekelhet, vagy meghökkenthet egy hallgatót, vagy egy nézőt, na azzal kell előjönnünk, és ehhez Isten szent lelke, az ige nagyon sok erőt ad az embernek. De az egészet Isten elé kell vinni, hogy az ő áldása, az ő jelenléte igazolja a mi eszköz voltunkat, és hát igazolja azt a hitet, amit hordozunk a szívünkbe. Kedves hallgatóink, itt a Váci Baptista templomban rövidesen véget ér a Virág vasárnapi istentisztelet. Igét hirdetett Melád Attila lelkipásztor. A közvetítést a Duna Média non-profit szolgáltató megrendelésére az MTV-a megbízásából az Antenna Hungária készítette. A vallási műsorok főszerkesztője Mucsányi János, a technikai munkatársak Gajászki Zsolt, Horváth Tamás, Mráz József és a gyártásvezető Gémesi Erika nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Nagy Imre. Boldog készülődést és áldott feltámadási ünneplést kívánunk, és azt, hogy magyar nemzetünk valamennyi tagja tapasztalja meg, Jézus Krisztus nem maradt a halál fogja, ő valóban feltámadt és él. Minden jót a viszonthallásra!